Már nyílnak a virágok a tolnai buszpályaudvaron. Az ágyást is a most véget ért fejlesztésnek köszönhetően alakították ki, ami során több mint 2500 négyzetméteren cserélték le a meglévő aszfaltburkolatot az annál jóval korszerűbb és időtállóbb térkőburkolatra. A munkálatokhoz szükséges több mint 40 milliós támogatást a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítvány pályázatán nyerte el az önkormányzat, de közel ugyanennyi önerőre is szükség volt. A munkát helyi vállalkozók végezték el. A beruházás során a csapadék elvezetést folyókákkal oldották meg, és a házak előtti kocsi bejárókat is letérkövezték. Kapubejáróknál ott erősített szerkezet van, tehát van egy 15 centi zuzott kőágyazat, 15 centi CKT megerősítés, 4 centi 0,4-es ágyazókő, és akkor jön a térkő. Az elmúlt három évben folyamatosan újították fel a város járdáit. Appelshofer Ágnes, a város polgármestere azt mondja, ezek közül a mostani fejlesztés a legjelentősebb. Gyakorlatilag most a városközpontban sikerült a Szent István térnek a járdaburkolatát teljesen megújítani. Értem ez alatt magának a tért körülvevő járdaburkolatnak a felújítását. A Szekszárdi utca azon szakaszának, ami a Bajcsirinszky utcától a Kossuth-Lajos utcáig megy, illetve a Bajcsirinszky utcának az a szakasza, ami az Arany János utcától, tehát a klasszikusan a Penny-től a Városházáig az egyik oldalon, és a Petőfi utcáig a Gyógyszertáig a másik oldalon. Az önkormányzat a jövőben is folytatni akarja a járdák felújítását, amihez a szükséges pályázatokat már el is készítették.